mint a napok döntő többségében, azon a reggelen is mezitláb együtt sétáltak ki a háztájföldre, hogy megkapálják a kukoricát és a tököt. Muszáj, hiszen etetni kell valamivel a disznókat, tyúkokat, stb., hogy aztán nekik is legyen mit megenniük. A boltokban nem sok mindent lehetett kapni, vagy ha mégis, akkor meg pénz nem volt rá. Hát honnan is lett volna? Hiszen a szocializmus elején, ha szerzett is valamelyik falusi ember magának munkát való távol a lakhelyétől, ahová eljárhatott hetelni, fizetésképpen csak egy zsák krumplit kapott egész hónapra. Krumplival meg ugye, ha akarna, sem fizethetne. Abban az időben még a falusi élet teljes mértékben parasztgazdálkodásból állt, amit Péter bácsi nem igazán kultivált. Ebből kifolyólag aztán mondogatta rendszeresen, ha a paraszt nem dolgozik, a városi nem zabál, pedig Péter bácsi pont, hogy nem szokott dolgozni, egyszerűen nem feküdt neki a dolog. Régóta érlelődött már benne a gondolat, hogy előbb-utóbb azt fogja tenni, amit csak egyetlen frissen született szóval írtak le anno. Disszidálás. Tehát, miután megérkezett a házaspár, hogy jól kimelózza magát a létfenntartás érdekében, Péter bácsi nyomban lehuppant a kukoricás szélében lévő hatalmas diófa árnyékába. Ej, Annus, nem megy ez nekem, szólt oda feleségének. Már most olyan melegen van, hogy csuda. Annus néni tisztában volt vele, hogy ez lesz, de nem akart szélütést kapni az idegeskedéstől, inkább szó nélkül nekiállt a munkának. Tudta, ha vitába száll a párjával, biztosan megüti a guta. Péter bácsi, látva, hogy semmi probléma nem kerekedett, még több bátorságra merészkedett, aztán széles terpezben a fának támaszkodva egy hosszú fűszálat rágcsált az árnyékban, miközben néha egy-egy hangyát elmorzsolt a herezacskóján. Már legalább 10 perccel hűsölt, de még mindig nem kezdett balhézni a feleség. Az összes probléma, ami zavarta Péterünket, hogy most már nem csak a hangyák csiklandozták a golyóit, de még a legyek is berepkedtek a szétnyitott inge alá. Mentek a szagra, mintha kötelező lett volna. Egyébként ott abban a pillanatban Péter bácsi képtelen lett volna megmondani, hogy mikor fürdött legutóbb. Hát talán 2 vagy 3 hete, amikor véletlenül belecsúszott a patakba. Az meg ugye elég kevés, tehát nem elég az olyan szintű szaktalanodáshoz, hogy ne keltse fel a legyek érdeklődését. Hinnye neki, zsörtölődött a pokolba ezekkel a büdös dögökkel. Pé! Aztán miután 2 ujjal összegyűrte az összes hangyát a gatyájában, maga mellé vette a szatyrot, és elkezdte iszogatni a benne lévő üvegből a fröccsöt. Csak úgy a szatyorral együtt emelgetve. Körülbelül 1/2 liternél tarthatott, mikor oda kurjantott az asszony. Péter, a rosszabb egye meg a pofádat, kelj már föl, te büdös mocskos ember! Gyere kapálni, ne csak zabálj a falat! Mindjárt megyek, kis feleségem, mindjárt megyek, csak hadd hüsseljek még kicsit, kérte az engedmény hosszabbítását Péter bácsi. Annus néni megint csak nem tartotta érdemesnek, hogy agyvérzést kapjon a további vita miatt, így szó nélkül folytatta a munkát. Péter bácsi ugyancsak konstatálta, hogy ismét megúszta a balhét, még bátrabb lett. A maradék 1/2 liter fröccs elszopogatása mellett minden munka, amit elvégzett, annyi volt csupán, hogy a zsebkésével kikaparta a lábujjai közül a már gyökeret vert retket, és még a körmeit is megrenoválta, ami tényleg nagy melónak számított. Mondta is közben magának, hogy ej, legközelebb ráspolyjal vékonyabbra reszelem ezeket a patkókat, mert így nem bírja a bicska. Mikor végzett, újra kényelembe helyezte magát, elégedetten hanyat dőlt és nézte a feleségét. Hangyák kinyúvasztva, körmök lefaragva, retek kikaparva, és az asszony még mindig nem veszekszik, gondolta magában. Milyen szerencsés ember vagyok, ez egy annyira jó asszony, hogy mindjárt játszok neki valamit alpalávalót, ide fog neki örülni. A következő pillanatban a fröccsös üveg tartalmától jókedvre derült Péter bácsi előhúzta 1/2 méter mély gatya zsebéből a furuját. Nagy becsben tartotta a hangszert, mindig nála volt. 3 alkalommal kellett a mostanihoz hasonló módon hozzáállni a kapáláshoz, hogy el tudja készíteni. Annuskám, édes kis felesége, mindjárt jobban leszel, a muzsikálok neked. Meglátod, még a munka is jobban megy muzsika szóra, mondta a segítőkész férj, és azzal rá is zendített. Nagyon elszámolta magát. Nem vidította fel Anuskát, sőt, ó, hogy a tifusz a nyakadon, hogy dögölnél meg, hogy tennéd a sírodba a furujádat, most meghúzta szarházi. Sziszegte magában Annus néni, majd lerakta a kapát, és némán elindult a dallamokba, teljesen belefeledkezett férje felé. Úgy fújta az alkalmi zenész a mulatóst, hogy észre sem vette, amikor csípőretett kézzel megállt előtte a felesége. A felbőszült parasztasszony olyan erővel ragadta el a furuját, hogy az majdnem vitte magával a metszőfogakat is. Pár másodperccel később már esélyesen volt a fénynek, hogy felül kerekedjen a verekedésben, hát vagy inkább csak verésben.
szegény hangszer pedig pillanatokon belül darabokban végezte. Olyan hatásfokkal verte szét férje fején Annus néni, hogy azt még egy Amazon is megrigyelhette volna. Éj, asszony, a kurva anyádat! Most telt be a pohár, hogy a pofát hétszentségit, engem többet nem látsz! Most rögtön eldisszidálok, mondta Péter bácsi, miután összeszedte magát. Sértettségében rá sem nézett feleségére, csak szó nélkül elindult, hogy beváltsa ígéretét. Többé soha nem látták.